Ebben a mostani videóban a migrén okairól és a megoldásokról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A migrén egy összetett probléma, nagyon sok mindennek köze lehet a kialakulásában és a fellángolásában, sokféle teória és elképzelés létezik, még az időjárással is összefüggésbe hozzák. Köze lehet a stresszhez, a kevés alváshoz és az alacsony vércukorszinthez is. Bármivel is hozzuk összefüggésbe a migrént, van néhány tényező, ami az esetek 95%-ában biztos, hogy jelentősebb mértékben közrejátszik a migrénes rohamokban. Ha ezeket az okokat kezeljük, megszüntetjük, megváltoztatjuk, nagy eséllyel ritkulni fog a gyakorisága, vagy akár teljesen meg is szűnik. Az első a koffein. Erre sokan nem gondolnak, azért nem gondolnak a koffeinre, mint okra, mert a koffein nem azonnal okoz migrént, hanem a legtöbbször csak több évnyi kávéfogyasztás után. Ugye koffein van a kávéban, az energiaitalokban és egyes teákban is. A koffein kizárása talán az első és legfontosabb teendő, ami nem kerül semmibe, csak a koffein bevitelt kell megszüntetni. A második tényező az alacsony magnézium szint lehet, tehát alacsony a magnézium szintje a szervezetben. Itt a megoldás a több magnézium bevitele, amihez ajánlom a magnézium citrátot, bisglicinátot, foszfátot, orotátot. A szénhidrát bevitel csökkentése is sokat segíthet, főként ha sok gabona alapú ételt, cukrot, édességet, gyümölcsöt fogyasztunk. Az agyunk nem szereti a sok cukrot. Itt a megoldás tehát a kevesebb szénhidrát bevitele és helyette több magas zsírtartalmú étel fogyasztása, mint a tojás, a zsíros húsok, a vaj, a sajtfélék, az olívaolaj, a kókuszolaj, az MCT olaj. A negyedik tényező a migrén kialakulásában az alacsony só, azaz nátrium szint lehet. Az emberi szervezetnek alapszinten másfél teáskanyálnyi sóra van szüksége nap mint nap. Ha sok stressznek és izzadásnak vagyunk kitéve, hogy ezt a mennyiséget simán duplázhatjuk, tehát napi akár 3 teáskanyálnyi sót is be lehet vinni. Kezdjük például a napot azzal, hogy egy közepes pohár vízben elkeverünk egy csapot teáskanyálnyi tengeri sót, és lassan megisszük. Ne sajnáljuk a sót az ételekből sem, illetve később a nap során is lehet még inni vízben elkevert sót. Ha a migrénes fejfájásunk a legtöbbször csak jobb oldalon jelentkezik, nagy valószínűséggel köze van az epehólyaghoz is. Ha hosszú távon kevés állati zsírt fogyasztunk, az epehólyag elsatnyul, későbbi fázisban kövek alakulhatnak ki, ami az epehólyag eltávolításával jár. Itt a jobb oldali frenikus idegünk a rekeszizomtól az epehólyagon át egészen az agyig húzódik. Ha gondok vannak az epehólyaggal, például erőlködik, az idegeken keresztül fájdalom jelentkezik az agyban, a vállban, a nyaknál, jobb oldalt. Az epehólyagot irritálhatják különböző ételek is, például a magvak, de akár egyes zöldségek is. Itt a megoldás lehet az epesótartalmú készítmények szedése, ilyen például a galmet. Ha a migrén rendszeresen a ciklushoz igazodva jelentkezik, úgy nagy eséllyel kapcsolatban van az ösztrogén dominanciával, tehát a túl sok ösztrogénnel. Az ösztrogén dominancia megoldásairól készítettem korábban egy videót, javaslom megtekinteni. Ösztrogén dominancia esetén természetes jódot ajánlott bevinni, első lépésben például mikroalgákkal, algakomplexel, illetve keresztes virágú zöldségeket fogyasztani rendszeresen. És végül a migrén tüneteinek mérséklésé, ez a B2 vitamin, az L-karnitin és a Q10 koenzim nyújthat segítséget leginkább. A B2-ből napi legalább 400 mg-ot vigyünk be, de növelni is lehet az adagot, mert a B2 könnyen ürül, ha többlet van belőle. Csökkentheti a fájdalmat, illetve a migrénes rohamok hosszát és gyakoriságát is. Az L-karnitin és a Q10 a migrénes tünetek, mint a hányinger, a fejfájás erősségét képesek mérsékelni, célszerű együtt alkalmazni őket. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!